Egy igazán különleges évezredeket átívelő utazásra hívom Önöket. Egy olyanra, ami örök nyomot hagyott bennem. A helyszín Dél-Kelet-Anatólia. Törökországnak a Szíriával, Irakkal határos részei. Az egykori Észak-Mezopotámia. Ez egy olyan hely, amitől sokan tartanak, pedig nem kellene, mert csodálatos. Az pedig, hogy ott jártam után pár hónappal, pont ezeken a helyeken volt a brutális erejű, sok halált hozó földrengés, csak még közelebb hozta hozzám a régiót, mert ez a sokat látott vidék, tudom, hogy ebből is ki fog jönni. A sok ezer év alatt számos alkalommal már megtette. Az útvonalam Gaziantep, Halfeti, Sanliurfa, Harran, Mardin, Midyat, Diyarbakir és a Nemrut hegy lesz. A végén megfejelve egy sokkal jobban ismert régióval, Kapadókiával. Na de kezdjük Gaziantep-pel, az élvezetek városával. Ez a világ legnagyobb mozaik múzeumja, a neve Zeugma. Én úgy tudtam, hogy ez a világ legnagyobb mozaik múzeuma. Nem ez a legnagyobb, hanem szintén Törökországban, Hatályban van egy másik, ami még nagyobb. Szóval publikus információként mindenhol azt lehet olvasni, hogy a Gaziantepi Zeugma a világ legnagyobb mozaik múzeuma, megelőzve a híres Bardo múzeumot Tuniszban. De mivel itt helyben többen is azt mondták, hogy nem ez a legnagyobb, hanem a szintén Törökországban található Hatályi, így inkább nekik hiszek. De őszintén szólva, teljesen lényegtelen a nagyság. Sokkal lényegesebb, hogy hellenisztikus és római időkből származó mozaik csodákat láthatunk itt. A további jó hír pedig az, hogy rendszeresen újabb és újabb felfedezéseket tesznek a környékről, szóval 100%, hogy a gyűjtemény időről időre bővülni fog. Gaziantep városa nagyon híres valamiről, egy olyan valamiről, amit biztos, hogy önök is ismernek, ez pedig a baklava, ebben a városban született. Kicsit menjünk arra, szerintem Gábor, és akkor közben mondom, meg jön egy motor is, hogy szóval itt született a baklava, és most egy konyhamúzeumba fogunk menni, aztán meg majd az életbe is kipróbáljuk, hogy milyen. Remélem van sok jó inzulin, mert baromi édes itt minden. Jellemző, hogy aztán mégsem mentem be a múzeumba, mert elsodort maga a város. A baklavával pedig még később foglalkozom. Ezen a ponton kezdtem érezni, hogy életem egyik nagyon meghatározó utazása lesz ez. Nagyon elragadott a hely. Gaziantep egyébként egy körülbelül 2 milliós város, Törökország 6. legnagyobb települése, a délkeleti régió legnagyobbja. Úgy 70 kilométerre van Szíriától, itt talán nem is meglepő, hogy a törökök és kurdok mellett jelentős számban szírek is lakják. Alapvetően én egy nagyon tetszetős városnak találtam, van egy jó régi vára, meg annyi mecsete, és elképesztően sok kedves ember lakja. Gyakran kérdezik tőlem az emberek egyébként, hogy miért mindig olyan helyekre megyek, ami úgymond veszélyes, vagy nem ismert, vagy mi van ott, ez a szokásos. És cáfolnám, például itt Gaziantep egyáltalán nem veszélyes, nagyon kedvesek az emberek, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy mivel nincs ez az ipari turizmus, hihetetlen természetes és autentikus minden. Szóval ez az a hely, ahol például még utazónak érezheti magát az ember, és nem egy ilyen sáska turistának, aki mindent megvesz, mindent megeszik, mindent megiszik, és mindent fölfal is tönkreteszi a helyet. Hát ez a varázsa többek között ennek a helynek. De Gaziantep igazi lényege talán, hogy Törökország konyhájának tartják. Ez az a város, ahol állítólag a leggazdagabb a gasztronómia. És való igaz, felfoghatjuk egy igazi hízókúrás településnek. Számomra külön öröm, hogy nagyon szeretik errefelé a csípős ízeket. Nem tudom mondani, mennyire finom. Egyébként azt gondolják az emberek, hogy ismerik a török gasztronómiát, de hát messze nem, az el kell jönni ide, mert egészen másról van szó.
Ízeket nehéz leírni szavakkal, de figyeljük el. Gaziantep, amiről még nagyon nevezetes, az az, hogy a török pisztácia termesztés központja. Az egész világon talán itt terem a legfinomabb pisztácia, és ebből nyílegyenesen következik is a város híres baklava kultúrája. Megtaláltam a városnak a lényegét, a baklavát. Ezerféle baklava, zöld, piros, sárga, kék. És ahogy nézem, ilyen ajándékinzulint is osztanak utána. Szóval Gaziantep tényleg egy rendkívül veszélyes hely, leginkább a testsúlyra. Ha a világ egy otthon lenne, Gaziantep lenne a konyha. Szerintem értjük, hogy miért. Természetesen azért igyekszem én is mindig hozzátenni a magam szempontjait a felfedezésekhez, és azt tűnt fel nekem, hogy a város látványosan gazdag bajuszban is. Törükül ez bík, de vigyázzanak, nem bűjük, mert az nagyot jelent. Tehát bík. A szakál pedig képzeljük úgy van, hogy szakál. Bűjük. Tabu, bűjük. Bűjük. Ó, itt egy klasszikus fodrász, és ott van a bűjük. Nice bűjük. Yeah. Bűjük. And szakál, right? Yeah. Very nice bűjük. Bűjük. Büyük and büyük. Büyük and this büyük. Sakal. Beautiful sakal. Gaziantep, vagy ahogy itt mondják Antep, este még elképesztőbb. Bizsergetően életteli. Kijöttem Gaziantep éjszakájába estébe. Hihetetlen finom illatok, hihetetlen fények. Hihetetlen hangok. És egyébként mindig elgondolkozom ilyenkor, hogy mi Európában annyira máshogy élünk, és hogy valójában az élete. Itt így összejönnek, beszélgetnek, esznek, kiabálnak nekem is, és aztán elmenek aludni. Hihetetlen hangulat. Nagyon jól éreztem magam az ételfüstös hangos estében. Persze, az erős ízekben gazdag egészséges esti zabát itt sem hagytam ki. Van Antepben egy mondás. Ne azért egyél, hogy éj, hanem azért éj, hogy egyél. Úgyhogy hiba lett volna minden perce az alvásnak és az önmegtartóztatásnak. Thank you! Good job, be it! Gaziantepet imádtam, de ez még csak a kezdet volt, a belépő. A másnap is elég erősen folytatódott. El se hiszem, ahol most vagyok. Az Eufrates folyón hajózom. Az Eufrates, ami gyerekkorom óta annyira kíváncsi vagyok, hogy milyen. Gyönyörű. Egyébként ilyen zöldes, kék táj is fantasztikus. És egyébként egy Halfeti nevű elsüllyedt várost megyünk megnézni. De hát egyébként tényleg ez az Eufrates, ez így a zsigereimben benne van. Ez egy ilyen misztikus valami. És itt vagyok. Hihetetlen. Az Eufrates. A Kelet-Törökországot, Szíriát és Irakot átszelő gyönyörű folyó. Az Eufrates, ami kisiskolás korunkban a legelső történelmi tudásélményünk volt. Tudják, Mezopotámia a Tigris és az Eufrates között fekszik. De hiszen ez a helyzet, itt vagyok. Mezopotámiába léptem. Az emberiség egyik bölcsőinek földjére. Az egyik legrégebbi civilizáció területére. Ez egyébként nálam nem úgy működik, hogy tudatosítom magamban és elkezdek lelkendezni a tényen, hanem valahogy a zsigereimben sejtszinten érzem, hogy ez egy szent és különleges hely. Megfoghatatlan, de így van. Most is így volt. Na és ott van a Halfetinek az elsüllyedt része, egy minaret áll ki a vízből, elképesztő látvány. A régi Halfeti egy több ezer éves város, ami a 90-es években került egy török gátprojekt következtében az Eufrates vize alá. Vannak olyan legendák, amik arról szólnak, hogy a világon egyedül itt nőttek fekete rózsák. Minden esetre, ha volt is ilyen, most már a víz alatt ezt nehezen tehetik meg. Halfetinek persze azóta már épült egy új része,
nyilvánvalóan a szárazföldön. Fura történet, de így is fenséges a látvány, az pedig nekem plusz, hogy mindig próbálom elképzelni, milyen lehet a híres folyók vize a valóságban. És itt van, látom, hogy az Eufrátesz egy káprázatos zöldeskék. Alig várlak, Tigris, de előtte még jöjjön Göbekli Tepe. Elképesztő ez a táj, elképesztőek a tájformák, meg az az érzés, hogy tudom, hogy itt ilyen több ezer éves civilizációknak a helyén vagyok, tehát ez az a rész, meg az is elképesztő, hogy az ott már Szíria. Hát nézek, és ott van. Amiért idejöttem, az ez. Egy igazi régész paradicsom. Az idősíkok miatt pedig érdemes lesz megkapaszkodni. Na hát ezért a helyért jöttem. Erre mondják azt az okosok, hogy jó, mi ez, kőhalom meg pár oszlop, de azért mondok valamit, Stonehenge, ugyan már. Piramisok, ennél 7000 évvel fiatalabbak. 12000 éves dolgok előtt állok, amit ráadásul még ezek a halászó, vadászó, gyűjtögető emberek építettek. Ez nekem egy felfoghatatlan egyszerűen. Egy kis srác egyébként elment, azért zavarodtam össze. Tehát ahol most vagyok, az egy vadászó-gyűjtögető civilizáció szakrális központja volt. Az itt talált 7-10 tonnás oszlopok 5500 évvel idősebbek, mint Mezopotámia első városai. És 7000 évvel korábbiak Stonehenge köveinél. Ahogy Göbekli Tepe, az egyiptomi piramisoknál is sokkal, de sokkal idősebb. Egyszerűen döbbenet ezekbe belegondolni, hogy a nagyon réginél is van sokkal régibb. Fel is kellett ezt oldanom egy teával, majd egy erős paprika tesztel már egy másik városban, Sanliurfában. Sanliurfa arról nevezetes, hogy nagyon erősen esznek, az nekem óriási öröm, úgyhogy most teszek is egy próbát. So is it spicy? Igen, csak én tényleg nagyon bírom, de mondjuk az embereknek a 90%-a szerintem eldobná az agyát. Nagyon finom. Very good, very good. Amikor lehet, hogy egy újabb adag érkezik. Mester vagy. Ja, egy igazi mester vagy. Hú, ez egyre vörösebb. Remélem a fejem is. Wonderful. Thank you. I love it, really. Emberünk azért, mintha kicsit csalódott lett volna. Nem volt meg a katarzis, hogy a hülye európai lángoló fejjel az életért küzd. Igaz, nem tudta, hogy egy kapszaicin függővel van dolga, aki chips helyett hegyes erős paprikát szokott rágcsálni tévénézés közben. Hát így jártunk. Na meg úgy, hogy Sanliurfa a föld egyik legrégebben lakott települése, 11000 éves múlttal, és ez érződik is. Sanliurfa nem csak hogy egy nagyon régi város, arról is híres, hogy proféták születtek itt, például Ábrahám proféta, és itt van még a barlangja is, ahol megszületett. A Szíriától kb. 50 km-re fekvő Urfát, vagy hivatalosabb nevén Sanliurfát, ma már javarészt kurdok, arabok és törökök lakják, de egy itt született kedves helyi müslüm, akivel most találkoztam, például urfai türkmén. Welcome to our country and hello, üdvözöllek az országomban. Ez az én városom. Én itt Sanliurfában születtem. Most Ábrahám születésének barlangja előtt állunk. Ami nagyon fontos, hogy a bal oldalon a bejáratnál az a nők szekciója, a jobb oldal pedig a férfiaké. Szóval, ha akarod, bemehetünk. Felfoghatatlan, hogy hol vagyok. A föld egyik legrégibb településén, egy teljesen autentikus környezetben. A helyen, ahol nem csak Ábrahám proféta, hanem Jób születését is gyanítják. Na de konkrétan most itt ez, Ábrahám barlangja. Egészen elképesztő, hogy Ábrahám proféta szülőhelyénél vagyok. Egészen elképesztő. A hagyomány szerint Ábrahám ebben a barlangban élt élete első 7 évében. Az akkor uralkodó Nimród királynak egy jós ugyanis azt jövendölte, hogy még abban az évben egy fiú fog születni, aki megdönti hatalmát. Hát ezért kellett a prófétának titokban egy barlangban megszületnie. Sanliurfában vagyunk, ez egy olyan hely, ami gyerekkorom óta izgat, amikor ugye gyerekkoromban állandóan így utaztam a térképen. Ez az a hely, ami mindig izgatott, mert misztikus. És egyébként most itt vagyok, ez egy nagyon-nagyon régi város, és beigazolódott az, amit gondoltam róla, hogy ez egy igazán misztikus város, egy spirituális város, hihetetlen erős hangulata van.
mondjuk a Gaziantephez képest sokkal súlyosabb a levegő, sokkal keményebb város, de mágikusabb is. Na igen, ez az, ami a térképeken nem látszik. Hogy mekkora különbségek vannak a városok között, még úgy is, hogy gyakorlatilag nincsenek messze egymástól. Ez az egész nem egy darab nagy utazás, hanem sok kis utazás a nagy utazáson belül a különböző helyszínek között. Én Gaziantepet is borzasztóan imádtam, de Sanliurfa teljesen más. Sokkal vallásosabb, sokkal konzervatívabb, és valljuk be, az itt lakók sokkal szegényebbek is. Itt már nyoma sincs Gaziantep hedonizmusának, könnyedségének. Komolyabbak, tartózkodóbbak az emberek is. De itt a város ikonikus és spirituális jellegű halastavánál olyan koncentrációban ömlött rám a város varázsa, hogy a mai napig kiráz a hideg tőle. A nagyon régi, nehéz levegőjű helyeken lehet ilyet érezni. Én itt egy kakukktojás voltam, aki messziről idevetődött, hogy megízlelhessen egy 100%-ig eredeti helyet. Your hair is very beautiful. Yeah, thank you. Ó, nagyon köszönöm. Yeah, my eyes. Szemem? Marvin. Kék. Blue. Itt tanultam meg azt is, hogy ezen a vidéken a helyiek dallal ajándékozzák meg az idegent. Megható, igazi vendégszeretet. Én már tényleg unom ezt állandóan cáfolni, de nem érdekes, hogy az úgynevezett veszélyesnek mondott térségekben találkozom mindig a legőszintébb törődéssel? Thank you very much. Na de lássuk meg, milyen az urfai éjszaka. A szemünket pedig tartsuk mindig nyitva, hogy a fontos dolgokat minden körülmény között megláthassuk. Sanliurfa a legerősebb, legcsípősebb ízek városa, így egyértelmű, hogy itt is hülyére ettem magam. Később ennek meg lesz a foganatja. De most még csak egy kicsit van később, konkrétan másnap reggel, és Harranban vagyok, ez már konkrétan a szír határ. A Biblia szerint Harran volt az a hely, ahol Terak letelepedett fiával Ábrahámmal, unokájával Lóttal és Ábrahám feleségével Sárával. Harran egyébként is egy vadi új hely. Egyes források szerint valamikor a Krisztus születése előtti 25. és 20. század között alapították sumér kereskedők. A világ első egyetemét is itt alapították, amit mostanában kezdenek el feltárni. Manapság pedig elsősorban méh kaptárházairól ismert. Haramban vagyunk, úgy néz ki, hogy ez a mániám, de mindig meg kell, hogy említsem most, hogy 13-14 kilométerre vagyok a szír határtól, és ez egy olyan hely, ahol hagyományosan ilyen iraki törzsek élnek, ugye Irakból jött, egyébként Kirkuk környékéről jött iraki törzsek, és itt, hogyha elnézünk, akkor láthatjuk, hogy olyan házakat láthatunk, ami talán emlékeztet a Trullikra, Apuliába, Dél-Olaszországba. Nem véletlenül egyébként hasonló volt a funkciójuk. De ami a lényeg, hogy itt még mindig van ez, hogy tradicionális az életforma, nagyon, bár párhuzamosan ezzel megjelent, hogy ez, rájöttek, hogy ez mekkora érték, és elkezdődött a turizmus is. Nyilván egyébként ez inkább belföldi turizmus, de hogy a turizmus beköszönhet ide is, nyilván az is mutatja, hogy én most ebben az iraki cuszba vagyok, gyakorlatilag egy agának vagyok felöltözve, az a falunak a góréja. Egyébként egy aga ruhában vagyok, amit Halil, egy helyi iraki törzset vezető igazi aga adott rám. Szóval itt vagyunk Harranban, ahol manapság már iraki eredetű törzsek élnek, és te vagy a törzseknek a vezetője. Ezt azért elmondanád, hogy hogy van? Igen, én már itt születtem. Az ők nagyapám, akinek 9 felesége és 40 gyermeke volt, jött ide Irakból. My grandfather, he has 9 times married and he has 40 child. My grandfather and my mother, my father is died. Nagyapám, anyám és apám is meghalt, így én lettem a nagy ember a törzs vezetője. Hatalmas földjeim vannak a környéken. And now I am leader. I am grow up boss leader here. And I have about 20,000 airfield from here. I am also the aga, you know. Aga vagyok nagy gyapott földekkel.
Ezek a házak a házaim. Ezeket már főleg múzeumoknak rendeztem be. Ezek itt olyanok, mint Apuliában a Trullik. Igen, ezek három helyen vannak. A legrégebbiek itt Haramban, aztán vannak Damaszkuszban, Szíriában, és ahogy mondod, Aquilában, Olaszországban. Az aga ruha nyilván vicces rajtam, de valójában az iraki törzsvezető Halil tényleg egy aga, és tényleg működnek itt még az efféle szokások. És természetesen volt itt egy spéci csípős valami, amit feltétlen meg kellett kóstolnom. Kaptam egy speciális kávét is, az a neve, hogy Myrra, ez az ő, ez olyan, mint a bék a bajuszban, az az ő betű. Szóval van ez a Myrra, és ez szagolják meg. Érzik? Milyen ilyen csípős szaga van rendesen. Egy kóstolást megér. Jó íze van. Tényleg egy kicsit ilyen csípős, úgyhogy még sose ittam ilyen csípős kávét. Idei rászoknom. Jól is esett a gigalakomák után egy újabb kifejezetten gyomorkimélő finomság, aztán újabb utazás Mardinba, ahol ezen a képen próbáltam meg eljátszani, hogy könnyedén bemegyek az új helyszínre, egy ősrégi szír keresztény templomba. Csak hogy ezt a helyszínt nem láttam élőben, mert az iménti volt az utolsó kép, ami lábon készült rólam. Egy helyi busz árnyékába feküdve próbáltam meg ez időtájt elnyomni magamban az iszonyatos hányingert, szédülést és rosszulétet, amit az elmúlt napok mértéktelen habzsolása okozott. Úgyhogy ezt a helyszínt én is úgy láttam, mint önök, csak képeken. Hála Gábornak, az operatőrnek. A hely egyébként a Morbenham, vagy másik nevén Kirklar templom, ami a 6. századból maradt fönn. Harangtornya és fakapu is híresek. Az eredetileg 6. században épült templom nevének jelentése 40-es, ami arra utal, hogy 1170-ben 40 keresztény mártír csontjait helyezték el benne. A templom a szír ortodox egyház fontos intézménye, ugyanis 8 évszázadon át volt Mardin az egyház központja. Mivel Mardint egy hihetetlen gyönyörű városnak tartják, összeszedtem magam, hogy lássak is belőle valamit. A hely pedig olyan varázsos, hogy esküszöm gyógyító ereje van. Fokozatosan jobban lettem, amit talán ez is bizonyít. Ott egy gyönyörű bajusz. Hello! Hello! Mardin egy körülbelül 87 ezeres város, egy meredeken álló sziklás hegyre építették, és egész egyszerűen elragadó. Építészete pedig nagyon jellegzetes. Ezen az utazáson is megvolt a drámai pillanat, mégpedig az, hogy szétvertem a gyomrom ezzel a sok finom étellel, úgyhogy teljes ilyen delíriumban vagyok egész nap, de Mardinra fölkeltem, mert tudtam, hogy föl kell kelni rá, mert ez szerintem Törökországnak az egyik legszebb városa. Tipikusok ezek a sárgás mészkő épületek, és hihetetlen pofás. Egyébként van egy szög, ahonnan egy kicsit engem az albani Beratra emlékeztet, de azért Mardin sokkal régebbi város, ezek az épületek is egyébként sokkal régebbiek, mint az az oszmán-török építészet Beratban. Ez az építészet Artukid néven ismert, és egy turkomán dinasztiához kötődik, akik a 11. és 13. század között uralták a mai Kelet-Törökországot, Észak-Szíriát és Észak-Irakot. Mardin szerintem egy olyan hely, ami mindenkinek tetszene. Klasszikus értelemben kellemes. Lakói kurdok, arabok, asszírok, és van valamennyi török is. Azért, ahogy járok kelek itt Mardinban, két dolog nekem feltűnő, hogy egyrészt, hogy a város tényleg gyönyörű, méltó a híréhez, másrészt pedig, hogy már azért megtalálta a turizmus, és nem tegnap. Miből gondolom ezt például a gyönyörű, rendezett kávézóiból, arról, hogy egy színes lovat mondjuk meg lehet simogatni, egyszerűen azt fogad, hogy ott egy színes ló, és akkor pénzért megsimogathatod, illetve mondjuk a papagáj a kézen, ami mondjuk szerintem nem annyira természetesen, gondolom nem minden itt lakó jár papagájjal a karján. De nem van ez az értékéből, mert nyilvánvalóan ez egy olyan város, ami megérdemli ezt a turizmust. Nyilván egyébként nekem hiányzik a Sanlúrfának az a vadsága, ami egyébként tényleg meg az a misztikussága, de hát Mardin is nagy kedvenc. Mardin, mivel klasszikus szépség, nem csoda, ha népszerű. Elsősorban a helyi turisták körében. De jó eséllyel sokkal jobban találkozhatunk itt külföldiekkel a bézs színű falak között, mint mondjuk Gaziantepben és főleg Sanlúrfában. De zavaróan turistásnak egyáltalán nem mondanám. Autentikus ez a hely is. Maradjon is így.
Mint mindenhol, Mardiban is érdemes a kis zegzugokba bemenni, mert így lehet feljutni a városra annyira jellemző tetőteraszokra, egy finom, nyugtató teára. Nagyon jó a gyomromnak. Hát nem paradicsomi ez a város? Midyátban járok, ez már közel van nagyon Irakhoz például ez a város, és Mardinnak a kistestvére, de még egy ilyen romlatlanabb formában, nem mintha Mardin annyira romlott lenne, csak ott jóval több a turista, ez még egy kicsit ilyen vadabb, jobb rész, és el vagyok képedve, hogy mennyire gyönyörűek ezek az épületek, ez az egész építészet, és szinte alig tudunk róla otthon valamit. Elképesztő. Na hát, ha a folyókon és Sanliurfán kívül volt még nagy kedvencem ezen az úton, az Midyát. Ez a város is rendkívül ősi. A Bibliában is említett Húreusoknak vagy Hurriknak is állt már itt egy városa. Midyát a történelmi központja a törökországi asszíroknak. Rajtuk kívül élnek még itt kurdok és malamik is, akik valószínűleg arabizált arámiak, és persze még sokan mások. Ez a dél-kelet-törökországi régió számomra azért is érdekes, mert nézem az arcokat, hogy ki milyen nemzetiségű lehet, mert hihetetlen multietnikus asszírok, törökök, türkmének, kurdok, arabok, tényleg mindenféle irakiak. És itt Midyátban is ez nagyon megvan, nagyon, nagyon érdekes. Azt gondolom, hogy már kezdem látni a különböző etnikumokat így külön-külön, de egy csodálatos ilyen mix az egész. De ezentúl is. Midyát szintén olyan, mintha egy több ezer éves városban sétálna az ember. Ja, mert hogy jut eszembe, ez így is van. Azon túl pedig mondanom sem kell, klasszikus értelemben is szépnek találom, tényleg hasonlatos Mardinhoz, de még annál is relaxáltabb és nyugodtabb. Repes itt a szívem. De ezt lehet még tovább fokozni. Na hát már megvolt az Eufrátesz, ki nem hagynám a Tigrist is. Meg is érkeztem, szintén elképesztő érzés, és ugye az emberben, vagy legalábbis én úgy vagyok vele, mindig úgy próbálom elképzelni, hogy milyenek ezek a folyók, mondjuk milyen színű az Eufrátesz, milyen színű a Tigris, és hogyha az érdekel valakit rajtam kívül, akkor elmondom, hogy a Tigris az egy ilyen sokkal zöldesebb, ilyen világosabb, az Eufrátesben volt egy ilyen mély kék, itt a Tigrisben ez nincsen, teljesen más karakter, remélem az majd a képeken is látszik. Igen, a másik nagy misztikus mezopotámiai folyón a Tigrisen vagyok, és remélem önök is látják a különbséget, vagy legalábbis érdekli önöket. Ugyanúgy mellbevág, mint az Eufrátesz, és valóban a színe zöldesebb, szürkésebb. Ez a folyó is említve van a Bibliában, és hatalmas szerepe volt a Sumér és az Akkád civilizációk kialakulásában. Egyszerűen feldolgozhatatlan érzés. Tudom, hogy a Tigris átfolyik Irakon, Moszulon, érinti Ninivét és Bagdadot, és belecsatlakozik a már látott Eufrátesz kékes zöldjébe. És ez olyan beindító, micsoda helyeken járok. Sokat utazom, de ez nagyon mélyre megy. Aztán, amikor a Tigris partján, mikor leültem egy remek kávét meginni, még egy kurd szerelmes dal is jutott nekem. Şerine kazale elbette Lehir kemelale Ey dilbere levyateme. Tudják, ez kapja a vendég erre felé. Ezek után, hogy ne zárjam a szívembe ezeket az embereket? Na de, most következik az a majdnem 2 milliós város, ami a legnagyobb kurd többségű törökországi település. Szintén nagyon régi, és ha az életben csak abból indulnék ki, amilyen vélemények terjednek erről a helyről, be sem tenném a lábam. De szerencsére betettem. Diyarbakir-ban vagyok, ami egy hihetetlen hektikus város, és rögtön meg is kóstolom a kadájfot. Finom, most hihetetlen tudom, ciao, mindenki engem bámul, jönnek nekem, mosolyognak, jó hely. Az átkelés mondjuk 2 centiről az egy ilyen fél óra.
Szóval Diyarbakirnak kétségkívül rossz híre van. Lehet, hogy csak én vagyok szerencsés, de itt is csak a jót tapasztaltam. Pedig azért lesír, hogy nem helyi lakos vagyok. De higgyék el, a valóságban általában minden sokkal kevésbé barátságtalan, mint egy hírek által elképzett pánikvilágban. Sőt, Diyarbakir nemhogy barátságtalan nem volt, kifejezett melegséggel fogadott. Az viszont kétségtelen, hogy egy zsúfolt hely. De ez is olyan hangulatos. Diyarbakir tényleg hihetetlen káoszról, szóval kell hozzá energia, és az ilyen hanokba, vagyis karavánszerályokba remekül egy kicsit meg lehet pihenni, mert az ember sűrűség egy nagyon picivel kisebb. Diyarbakirban, akárcsak Sanliurfában jó sok han, azaz karavánszeráj vagy fogadó van. Remek hangulatú helyek ezek, ideálisak eltölteni teázással, kávézással, vagy éppen vízipipázással a bársonyos estéket. Na, még reggel azért Diyarbakirt megnézem, mert Gábor az operatőrünk, őt is elkapta ez a gyomorfertőzéses nyavaja. Úgyhogy egy kicsit bejövök itt a Diyarbakiri zegzugokba. Büyük, bűk. Szakál. Bűk. Azért ezek nem csúnya kis kávézók, ugye? Veszélyes Diyarbakirban. Itt van a négy lábot minőre. Egy. Kettő. Három. És négy. Oh, thank you, Cserengo. Hello, thank you. Most, hogy megnézem jobban a Tigris folyót, most, hogy így nincs feltuzasztott állapotban, nem csak így folyik Diyarbakirnál, rájöttem, hogy pont olyan színe van, mint a Bodrognak Sárospataknál. Na hát, el kell, hogy hagyjam Diyarbakirt is, ami ebben a csúcsutazásban is az egyik legmagasabb csúcs. Tudom, hogy mondtam már néhány hely kapcsán, de hát mit csináljak? Sok magas csúcs van itt. Most irány nyugat. Persze még így is, még Törökországon belül is nagyon keleten vagyok. A Nemrut hegy felé tartva megálltam egy kis gránátalmalére, mert ez nagyon-nagyon finom. De csak másodszorban, mert elsősorban az Eufrátesz miatt álltam meg, amit megint látok. Mert egyébként nekem az egyik fő kérdés végig az volt, hogy a Tigris szeretem-e jobban, vagy az Eufráteszt, és nem tudtam eldönteni. De aztán most láttam a Tigris Diyarbakirnál, és láttam, hogy az kisebb folyó, mint az Eufrátesz, és sárgászöldebb. Az Eufrátesz viszont kékeszöld még mindig, és egy nagyobb folyó. Igaz, itt most megint csak az Atatürk duzasztót látjuk, ez egy kicsit megint megdobja az Eufrátesznek a szélességét, de egyébként tényleg sokkal szélesebb, úgyhogy számomra eldőlt a kérdés, Eufrátesz párti vagyok. És ha még nem unták meg a jó értelemben egy gyomorrugással felérő helyeket, akkor itt az újabb. Ha már a mezopotámiai régióba jár az ember, akkor szentségtörés lenne kihagyni a Nemrut hegyet. Az, hogy ez mitől nevezetes, miért annyira érdekes, az majd a képekből kiderül. A Nemrut hegy. A Törökország délkeleti részén Adıyaman tartományban található 2134 méter magas Nemrut hegyet ma a világ legnagyobb szabadtéri múzeumaként tartják számon. 2000 évvel ezelőtt itt csillagászati és vallási szertartások zajlottak, ezek emlékét őrzik a perzsa és a görög istenek több méter magas szobrainak maradványai. A Krisztus előtti első században ezen a vidéken virágzott a Kommagéné királyság, melyet Mitriadész Kalinikosz alapított. A perzsákat, macedónokat és a vidéken élő más népeket összefogó királyság első Antiochiusz király uralkodása alatt élte fénykorát. A birodalom területe a Taurus-hegységtől az Eufráteszig tartott. A szobrokat a történelem során megcsonkították, a fejeket levágták, és a törzstől távolabbra vitték. Szándékos rombolásra val, hogy egytől egyig mindnek hiányzik az orra. Ez megint egy olyan hely, amit épp észre már nem lehet fölfogni. Itt búcsúztam a naplementében Észak-Mezopotámiától.
mert másnap már megint egy olyan helyen voltam ettől több száz kilométerre nyugatra, ami szintén lélegzetelállító, Kapadókiában. Most jön egy kis ráadás, most már Kapadókiában vagyok, elhagytam az ismeretlen délkeletet, a kalandosat, az egzotikusat, egy sokkal jól ismertebb területre jöttem. Mondhatnám azt is, hogy besétáltam a kőerdőbe. De hát szerintem érdemes volt azért idejönni. A tündérkéményeknek elnevezett formák kialakulása annak köszönhető, hogy több millió évvel ezelőtt egy hatalmas vulkáni kitörés sorozat vastag törmelékes kőzettel, úgynevezett ignimbrit réteggel borította el a területet, majd erre a könnyen máló kőzetre különböző nagyobb keménységű rétegek kerültek. A nagy esőzések és a száraz időszakok váltakozása az erős szelekkel, pedig az idők folyamán ilyenre formázták a könnyen pusztuló ignimbritet, karcsú tornyokat alakítva ki belőlük. Tündérkéménynek mondják ezeket a formákat, és olyanokat is mondanak a helyi idegenvezetők, hogy nézd, az ott egy nagy medve. De azért ezek a formák engem másra emlékeztetnek, amiket a tévében nem mondhatok most ki. Persze nagynak nagyok, csak nem medvék, hanem na jó, legyenek tündérkémények. Szóval a Kapadókiával az van, hogy az ember, amikor így látja ezeket a léggömbös, tökéletesre színezett, kicsit művies képeket, akkor azt gondolja, hogy hú, hát ez nem annyira izgalmas ilyen utazó szempontból. De hát az a helyzet, hogy tényleg világklasszis hely, mert hihetetlen nagy területen van, és hihetetlen változatos geomorfológiai formákat látunk. Én azt hittem, hogy ez egy sokkal kisebb terület, és hogy sokkal kisebbek a formák, de ez nem így van, ez világklasszis ez a hely. Való igaz, ez már nagyon más, mint Mezopotámia világa, hiányzott is kegyetlenül. Kapadókia már tömve van turistákkal, naponta lehet a világháló látni valamit Kapadókia szépségéről a léggömbökkel. Kalandvágyú lelkem nyilván itt már kevésbé volt felhajzott állapotban, és még ilyen előfeltételezésekkel is meglepett a terület. Nem tudok mást mondani, ezt látni kell élőben. Főleg, hogy az úgynevezett tündérkéményeken túl komplett föld alatti városokat, sziklatemplomokat is találhatunk itt, hatalmas mennyiségben, hatalmas méretben és hatalmas területen. Görömében vagyunk ismét egy fantasztikus helyen. 5.-6. századi keresztény közösségek éltek itt, ilyen barlangokba, illetve sziklatemplomokat is vágytak ki maguknak. Illetve amit látunk, az az, hogy mögöttem például ott volt a nőknek a kolostora, és ott a fa mögött távolabb pedig a férfiaknak. A terület volt a Hettita, az Óperzsa, majd a Római Birodalom része is. Az aszkézist vállaló korai keresztények ide vonultak vissza a hétköznapi élet elől, Isten közelségét keresve. A Göreme völgy ehhez tökéletes volt. Kapadókia templomai közül 365 a Göreme völgyben található. Én Mezopotámiába, a délkeleti járatlan régióba teljesen beleszerettem, és ahhoz képest éreztem egy kis törést itt Kapadókiában, hogy ez egyértelműen egy világhíres hely, nagyon sok ember jön ide, és volt bennem egy ilyen kis ürességérzés, és hiányzott a mezopotámiai régió. De az az igazság, hogy vannak pillanatok, amikor így mégis így kinézek a fejemből, és meglátom ezeket itt, szóval ezt a látványt, szóval hogy azért ez nem véletlen, hogy ilyen. Én egyáltalán nem vagyok biztos benne, hogy van még egy ilyen hely a világon, ami ezt tudja nyújtani. Ez valami... Szavak nincsenek rá. Azért nem is mondtam semmit. Ez az egész út nagyon-nagyon mélyre ment nekem. Lehet, hogy érdemes a török rivérát néha elhagyni, nem? Na hát, viszlát Kapadókia, és persze viszlát Mezopotámia. Hallottam, hogy mennyire megviselt a földrengés pár hónappal később, hogy ott jártam. Nagyon szomorú voltam tőle, mert nagyon megszerettelek. Szörnyű volt a sok ember halálát is olvasni.
de egy valamit tudok. Mióta létezik az emberiség, azóta van élet a földjeiden és a városaidban. Évezredek óta így van. Téged egyszerűen nem lehet elpusztítani. Túl nagyszerű vagy ehhez. Úgyhogy találkozunk legközelebb. Én már alig várom.